16 évesen életében először saját névvel versenyez, Mihály Schumacher fia, Mick Schumacher. Eddig édesanyja nevén, révén Mick Becsként vagy Mick Juniorként nevezték be a gokart bajnokságokra, ahova egyébként testőrök kísérték. A titok mégis titok maradt eddig. Az ifjú Schumacher ugyanis a hétvégén már a Forma 4-ben fog versenyezni. Bemutatkozását több mint 100 újságíró kíséri, Juni György összeállítása. Nem kell többé álnéven versenyeznie Mihály Schumacher fiának. Most hétvégén mindössze 16 évesen a 7-szeres Forma 1-es világbajnok fia Mick megkezdi profi autóversenyző karrierjét. A tehetségek számára kiírt Forma 4-ben indul. Eddig gokartozott, pont úgy kezdte, mint édesapja, aki korábban elképzelhetetlennek tartotta, hogy a fia is az ő útját járja. Pedig a korosztályából már tavaly is kiemelkedett, a gokart világbajnokságon második lett, az Európa-bajnokságon pedig első. Eddig édesanyja nevén, vagyis gyakorlatilag álnéven versenyzett. A tinédzser pilóta bemutatkozását óriási média felhajtás kíséri. Ügyeit Sabina Kém, Mihály Schumacher menedzsere intézi. Gyakorlatilag elzárta az ifjú Schumachert az izgatott újságírók elől. Kérem önöket, ne tegyék elsőre magasra a lécet. Micknek ez lesz az első formulautós szezonja, ez a belépő kategória számára. Nagyon sokat kell még tanulnia, teljesen át kell állítania magát a gokartról a formautózásra. Meg kell szoknia a felhajtást, ez most neki egy új világ. Apja, a 2012-ben visszavonult 46 éves Mihály Schumacher, minden idők legeredményesebb Forma 1-es pilótája. 2013. decemberében síbalesetet szenvedett, és súlyos fejsérülése miatt kétszer meg kellett operálni. Jelenleg svájci otthonában ápolják, de azt nem tudni, hogy a rehabilitációs időszak meddig fog tartani.